Kedves nézőink, önök az Eszterházi krónikát látják, melyben az elmúlt hetek történéseit fogjuk ma bemutatni önöknek. Már is hozom a részleteket, maradjanak velünk! Dr. Ternyák Csaba, egriesek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy kancellárja, Isten áldását kérte az egyetem minden dolgozójára, hallgatójára, majd megszentelte a Domus Universitatist, az egyetemi házat vízkereszt ünnepén. Dr. Ternyák Csaba, egriesek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy kancellárja celebrált szentmisét a Bazilikában vízkereszt napján. Kedves testvérek, a víznek ezzel a mostani megáldásával Krisztusra, az élő vízre és a keresztség szentségére emlékezünk, akiben újjászülettünk vízből és szentlélekből. A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének és megnyilvánulásainak momentumait kapcsolja egybe. A napkeleti bölcsek látogatását és hódolatuk kinyilvánítását az újszülött Jézus Krisztus felé, a 30 éves Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban, Jézus első csodáját, a víz borrá változtatását a kánai mennyegzőn. A mai szentmise egy kicsit máshogy kezdődött, mint ahogy általában megszoktuk. A bűnbánati szertartás helyén a szentelt víz megáldása, a víz megáldása és a szentelt vízzel való meghintés helyettesítette a bűnbánati cselekedetet. A vízzel való meghintés a keresztségünkre emlékeztetett, arra a fürdőre, amelyben új emberré lettünk, Krisztusban újjászülettünk. Innen a vízzel való meghintésről, a víz szenteléséről kapta ez a mai ünnep az elnevezését. Az a régi hagyomány az egyházban, hogy ilyenkor megszoktuk áldani a házakat, megszoktuk áldani a lakásokat szentelt vízzel. Éppen ezért a szentmise után rektorasszony kérésére majd átmegyünk, és az egyetemi épületet ismét egy egyszerű áldással megáldjuk, azért, hogy kérjük az Úristen segítségét. A szentmisét követően dr. Ternyák Csaba Isten áldását kérte az egyetem minden dolgozójára, hallgatójára, majd megszentelte a Domus Universitatist, az egyetemi házat. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Vízkereszt ünnepére egyetemünkre látogatott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. ’22-ben újra személyes jelenléttel tartották meg az edukáció kiállítást, melyen az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem standját is megtalálhatták az érdeklődők. Az, aki nem tudott részt venni a Hungexpon tartott háromnapos eseményen, január 24-én Jászberényben, január 25-én pedig Egerben látogathatta meg az egyetem nyílt napjait. Idén újra megtelt a Hungexpo Budapesti Vásárközpont A-csarnoka, mely január 13-a és 15-e között ismét az év legnagyobb oktatási szakkiállításának, az edukációnak adott otthont. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem standját három napon keresztül kereshették fel az érdeklődő középiskolás diákok. Milyen szakokban gondolkozol? Sportszak, illetve bölcsészszak vagy színészet esetleg. Hallottál már az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről? Igen, és ez az egyik olyan egyetem, ami ugye a leginkább a fókusz, vagy a középpontban áll, ahová szeretnék menni. És miért? Hát mert ugye ott az Eszterházin azért jó a sportképzés is, akkor nem tudom, biztosítanak-e a csapatsportolóknak csapatot, hogy akik aktívan sportolnak, illetve Eger is egy nagyon szép város. Az edukáció első napjára az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vezetősége is ellátogatott. A 21. században élünk, de sokszor elmondjuk azt, hogy mi egy negyed évezredes múltra visszatekintő egyetem vagyunk, és a hagyományainkra alapozunk, de a 21. század kihívásaira is reagálnunk kell. Itt az edukáció kiállításon úgy mutatkozik be az egyetem,
hogy bemutatjuk azokat a kiemelt képzési területeinket, amelyekre várjuk a hallgatókat. Úgy gondolom, hogy helytállunk itt a felsőoktatási térben, hiszen mind a pedagógus képzésben, mind a szőlészborászmérnök képzésben, az informatikai, gazdaságtudományi, sport és művészeti képzésünkben büszkék lehetünk arra, amit kínálunk, de leginkább arra lehetünk büszkék, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a magas minőségi képzésen túlmenően egy olyan értékrendet is közvetítünk a leendő hallgatóinknak és a majdani hallgatóinknak, amely a szeretet által vezérelt, úgyhogy szeretettel várjuk a hallgatókat az egyetemünkre. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési portfóliója nagyon sokszínű, ezért itt több képzési területet is ki lehet emelni. Én azt gondolom, hogy a hagyományokhoz híven a pedagógus képzést említeném első helyen, a pedagógus képzésnek a szakjait, de népszerűek a sporttudományi képzéseink, a művészeti képzések, a bölcsészettudományi kar képzései, az üzleti képzéseink is, az informatika különösképpen nagyon sok érdeklődőt vonz. Azt tudom mondani, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem iránt érdeklődők akár Egerben, akár Jászberényben, a Jászberényi képzési helyen a kampuszunkon nagyon sok képzéssel találkozhatnak, és megtalálják nagy valószínűséggel a kínálatban azokat a képzéseket, vagy azt a képzést, ami éppen őket érdekli, és ami őket vonza, és mi pedig az egyetemen családias hangulattal, minőségi oktatással és nagyon kiemelkedő hallgatói szolgáltatásokkal várjuk az ide jelentkezőket. Mit szoktál elmondani a képzéseinkről? Mi az, amit kiemelsz, hogy az Eszterházy miben más, mint a többi egyetem? Leginkább azt szoktam ilyenkor kiemelni, hogy mi nagyon családias egy egyetem vagyunk, szóval itt mindenki mindenkit ismer, az oktatók nagyon segítőkészek, bármikor segítenek, hogyha problémánk vannak, és a legfőbb céljuk az, hogy mi sokkal jobbak legyünk. Az idei évben több újdonság és változás is vár a középiskolásokra, melyekről mind-mind tájékozódhattak az egyetem standjánál. Jogszabályi változás miatt ugyan megváltozott a tanárképzés, erről is szólunk itt az érdeklődőknek, mert szeretnénk minél több hallgatót a tanárképzés, illetve általában a pedagógus képzés területén becsatolni, illetve felvételt nyerve képezni őket. Megszűnt egy tanárszak a rendszerben, a közösségi művelődés tanárát nagyon sokan választották, főleg testnevelő tanárszakos hallgatóink. Ezt 2022-ben már nem kereshetik. Van egy új osztatlan képzésünk, ez a festőművész képzésünk, hiszen a művészeti képzések évtizedek óta nagy hagyománnyal rendelkeznek Egerben, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képi ábrázolás, a tervező grafika, a mozgóképkultúr és média ismeret mellett várjuk erre a szakra is majd, illetve grafikus művész osztatlan képzésünk már tavaly is elindult. Ezen kívül számos olyan új információ van a felvételi eljárásban, amiről érdemes tudni. Például felvételi pontszámot számolhatunk azoknak az eredményéből, akik felsőoktatási szakképzésben szereztek már diplomát, és azonos képzési területen tanulhatnak tovább. Ez egy újdonság. A napokban tárgyalunk szakképző intézményekkel, okleveles technikus képzésben, aki tanulmányokat folytat a jövőben, maximális pontszámmal egy jó szakmai vizsga után felvételt nyerhet majd pedagógus képzéseinkre. Idén új szakkal bővül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési palettája. Az új Z-szak, vagyis a természettudomány környezettan tanárképzés a környezettudatos szemléletmódról és egyben a Z-generáció igényeinek megfelelő oktatási formáról kapta nevét. A szakra jelentkező diákok gyakorlatorientált kísérletezésekkel színesített képzésre számíthatnak. Kísérletekből az edukáción sem volt hiány, hiszen mínusz 196 fokos folyékony nitrogénnel folyó kísérleteket próbálhattak ki az érdeklődők. Ezek a kísérletek interaktív jellegűek, tehát nem csak én mutatom be vagy a kollégám, hanem bevonjuk, akik érdeklődnek ezután. A kísérleteknek a zöme, az mondhatnám ilyen szemfényvesztő kísérlet, csodát vált ki a nézőbe, hogy hogy történhet az a jelenség, amit bemutatunk, de el is mondjuk neki a fizikáját, mert ugye ez a lényeg, a fizika tanár az annyival több a bűvésznél, a varázslónál, hogy elmondja annak a fizikai jelenségnek a lényegét. Thank you.
Az egyetem standjánál a felvételi és pályatervezési osztály is kitelepült, hogy egy játékkal segíthessenek a diákoknak abban, hogy az érdeklődési körükhöz legközelebb álló szakot választhassák. Itt mögötted látható egy tábla, ez hogyan tud segíteni nekik? Ez az érdeklődés struktúrát nézi meg, különböző állításokat lehet látni, és hogyha az állításokra azt tudják mondani, hogy ők ezt könnyen csinálják, akkor az a képességük jó, és itt a végén ki fog jönni egy struktúra, hogy melyik képességterületen hány pontot értek el. És ebből látják azt, hogy mi az a tevékenység, amit ők ügyesen végeznek. És ehhez a tevékenységhez lehet aztán munkakört ajánlani, amihez meg tudjuk találni a szakot. Óvodapedagógus szeretnék lenni az Eszterházin. Pont itt az Eszterházin, mit tudtál meg itt a standunknál? Hát így a kollégiumokról is kérdeztem őket, illetve előalkalmasságival kapcsolatban, meg a nyílt nappal. És miért pont az Eszterházi? Miket hallottál róla? Hát, hogy nagyon jó hangulatú, és hogy így nagyon jó, hogy kevesen vannak ahhoz képest, ugye egyetemhez képest. Illetve hát több ismerősöm is járt ide, és mondták, hogy nagyon jó, csak ajánlani tudják, úgyhogy csupa jókat. Itt láttam, hogy segített neked a pályatervezési iroda. Mi jött ki? Milyen szak illik hozzád a legjobban? Hát az jött ki, amit elterveztem, úgyhogy nagyon megörültem, mert ez ilyen jó visszajelzés volt, hogy ilyen irányító, ilyen szociális szférába úgymond, úgyhogy örültem. Online év után most újra személyesen itt van az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az edukáción. Mit gondolsz a középiskolai diákoknak, miért fontos az, hogy eljöjjenek és megtudjanak minél többet az egyetemünkről? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség az ide érkezőknek, hogy ide meglátogassák a standunkat, hiszen minden tudományterülettel készültünk, bemutatkoznak a hallgatóink, elmondják, hogy mit lehet nálunk tanulni. Akinek nincs elképzelés, pályorientációs tanácsadáson vehet részt, ahol kicsit közelebb kerülhet ahhoz, hogy mégis mivel szeretne a továbbiakban foglalkozni. Ezen kívül vannak nyereményjátékaink is, úgyhogy azt gondolom, hogy itt teljes körű tájékoztatást kapnak azok az érdeklődők, akik ide érkeznek. Azért jöttem el, mert rengeteg szakkal nem teljesen voltam tisztában, és úgy éreztem, hogy szükségem lett arra, hogy esetleg önök, akik itt tanulnak, vagy akik ebben fognak helyezkedni, vagy esetleg tanítanak, tudnak nekem sokkal többet adni, vagy mondani ezzel kapcsolatban. Milyen szakok, milyen szakpárok érdekelnek, melyik egyetemek? A Pázmány érdekel, az EKE, meg a BGN és a Debreceni Egyetem érdekel első körben. Ezen a szakok leginkább a pszichológia, HR és most az anglisztika az, ami nekem így jobban közelebb áll hozzám. Láttam, hogy feltettél egy pár kérdést itt a standnál. Megválaszolták őket? Megválaszolták, igen. Sokkal okosabb lettem tulajdonképpen, meg jobban tisztán vagyok most már ezzel a történettel is. És miért pont az Eszterházy? Miket hallottál róla eddig? Nekem rengeteg ismerősöm, én alapból Egerben tanulok, és rengeteg ismerősöm van, aki itt tanul az Eszterházyn. Nekem is sokkal kézre esőbb, mert én meg gyöngyösi vagyok, innen már van nekem egy 5 éves tapasztalatom, hogy nagyjából hogy működik itt minden, és kényelmesebb lenne sokkal, hogyha esetleg itt tudnék tovább tanulni ugyanúgy. És milyen személyes gondolatokat tudsz nekik átadni most már? Te azért itt vagy egy pár éve az egyetemen. El szoktad mondani, hogy milyen élményeid vannak a képzéssel kapcsolatban? Igen, valamint a duálisról is szoktam mesélni, ugyanis én is duális képzésben tanulom a szőrészetet, borászatot. Úgyhogy a saját tapasztalatokról is tudok nekik mesélni. Ugye azt el lehet mondani, hogy egy nagyon családias környezetről van szó. Ugye kevés létszámmal vagyunk, így a tanárok ismernek mindenkit, és így egy tök jó kapcsolat alakul ki tanár és diák között. Úgy gondolom, hogy főleg ebben a jelenlegi helyzetben elég nehezen tudnak információhoz jutni. Ugye személyes nyilatlapunk sem volt ugye decemberben a járványhelyzet miatt, ezért most nagy öröm az, hogy meg tudtuk rendezni ezt a edukációt, és hogy itt tudunk test közelből is információt adni az érdeklődőknek, és valamennyire betekintést nyújtani az egyetem berkeibe. Ugyan még csak az első nap délelőttjén vagyunk, de mit gondolsz, mik azok a kérdések, amik mindig felmerülnek? Hát nyilván ilyenkor arról, hogy mi a bemeneti követelmény, hogy lehet bejutni a szakra, milyen emelt szintű érettségi szükséges az adott szakhoz, vagy éppen az, hogy milyen kollégiumi lehetőségek vannak, vagy milyen hallgatói élet. Úgy gondolom, hogy ezekre mind-mind tudunk választani, és jó válaszokat is adni, mert azért nagyon jó lehetőségek vannak az Eszterházyn.
mondasz, miért fontos, hogy a diákok eljöjjenek ide az edukációra? Azért, hogy aki még nem biztos önmagában, és nem biztos, hogy merre szeretné a jövőjét tervezni, az itt nagyon sok útmutatást kap, hogy tényleg merre kezdjen. És mi vonzott ide téged az Eszterházi standjához? Kedves barátom, igazából ő szeretne nagyon a művészetekkel foglalkozni, és tényleg nagyon jó. Ugye tudod, hogy a mi egyetemünkről is ki tudsz menni külföldre Erasmusszal? Nem tudtam. Nálunk olyan sok ösztöndíjas lehetőséggel találkozhat, hogy aki arra vállalkozik, hogy pályázzon, az bizony nyertesként kerül ki a pályázatból, és közel 200 partner egyetemünk valamelyikén tud tanulni egy-egy szemeszter elejéig, akár 12 hónapon keresztül, vagy pedig a szakjához kapcsolódó szakmai gyakorlatra tud utazni. Miért fontos, hogy a hallgatók tudjanak arról, hogy vannak olyan lehetőségek, hogy ki mehetnek külföldre tanulni? Sokan későn kapnak észbe, amikor már végzéshez közel vannak, és nem használják ki ezt a lehetőséget. De hogyha valaki már rögtön az elején, még akár mielőtt ide kerül, tudja róla, hogy van ilyen lehetőség, az be tudja tervezni a tanulmányaiba, hogy mikor fog kiutazni, és akkor ennek megfelelően tudja az itteni szemesztereit teljesíteni. Európában bármelyik országban, de vannak Európán kívüli partnereink is, például Indonéziában, Tajvanban, vagy akár az Egyesült Államokban. Európában viszont nagyon egyszerű és nagyon könnyűen ez a pályázat, tehát népszerű most például Németország, Görögország, Spanyolország a hallgatóink között, de sokan választják Horvátországot vagy Lengyelországot is, mert ott jóval alacsonyabb a megélhetési költség és az ösztöndíjből kijönnek, hogy nem kell mellé tenni a saját zsebből ahhoz, hogy a kinti szállást, étkezést finanszírozzák maguknak. A háromnapos edukáció kiállítás után legközelebb január 24-én Jászberénybe, január 25-én pedig Egerbe várja az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nyílt napjaira a tovább tanulni vágyó diákokat. Januárban fényképezőgép elé álltak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem végzős hallgatói. A fotózásra két napig várták a hallgatókat az egyetem B épületébe. A végzős portrékat ebben a fél évben is Korsós Viktor készítette. Jön a mosoly! Szuper! Még egy mosolyt kérek szépen! Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem végzős hallgatói januárban ismét fényképezőgép elé álltak az intézmény B épületében. A fotózáson a hallgatók talárban és magisztersapkában pózoltak az egyetemi éveik végét jelentő portréhoz. A képeket ebben a fél évben is Korsós Viktor készítette. Fontosnak tartom, mert ez életem egyik legmeghatározóbb eseménye. És ez egy teljesen jó emlék a szülőknek, nagyszülőknek, úgyhogy szeretném, hogy valamiféle megfogható formában is eljusson hozzájuk az, hogy én itt végeztem, és nagyon örültem, hogy eljöhettem, már nagyon vártam. Nagyon jó volt egyébként bent a hangulat, a fotós mindent megtett, hogy jól érezd magad, milyen volt a munka Viktorral? Nagyon aranyos volt, és nagyon klasszul elmagyarázta, hogy kell ülni, és én úgy éreztem, hogy teljesen ellazultam, szóval amennyire izgultam, annyira jó volt. Szóval teljesen jó volt. A fotózás két teljes napig tartott, volt olyan hallgató is, aki közvetlenül a záróvizsgája után állt fényképezőgép elé. Úgy gondolom, hogy egy sikeres záróvizsgát tudhatok magam mögött. A bíráknak a véleménye nagyon pozitív volt ezzel kapcsolatban, szóval én bízom a legjobbakban. És miért jöttél el a fotózásra? Azért jöttem el a fotózásra, mert ugye azért csak az egyetemen tanultam, és itt nevelkedtem. A hagyományoknak híven úgy gondoltam, hogy én is részese akarok ennek lenni. Úgyhogy ez is volt az egyik célom. A másik pedig az, hogy ezért ez csak egy emlék, és ez így a családom részére is megmarad. És majd, hogyha úgy van az én családomnak is, majd büszkélkedtetek, hogy igenis egyetemet végeztem. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem végzős fotózását a járványhelyzetnek megfelelő előírások mellett minden szemeszterben megszervezik. Januárban rendezte meg a tanév első jelenléti nyílt napját az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. A döntés előtt álló résztvevők megismerkedhettek az EGRI és a Jászberényi intézmény legfontosabb szervezeteivel, hallgatói szolgáltatásaival és széles képzési palettájával.
forró teával és jó hangulattal fogadta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tovább tanulni vágyó látogatóit. A januári nyílt nap különleges volt, hiszen a hallgatói önkormányzat a tanév első jelenléti nyílt napját rendezte. A fontos döntés előtt álló középiskolások megismerkedhettek az EGRI és a Jászberényi Intézmény legfontosabb szervezeteivel, hallgatói szolgáltatásaival, illetve széles képzési palettájával. A nyílt napot egyetemünk rektora, dr. Pajtókné dr. Tarinona nyitotta meg, aki kiemelte, fontos, hogy a felvételi előtt álló diákok megismerkedjenek az egyetemmel és az általuk választott képzési terület képviselőivel. Szeretnénk megmutatni magunkat a leendő diákjainknak, szeretnénk bemutatkozni és megmutatni azt, hogy jó helyre jönnek, jó egyetemet választanak. Hiszen amikor egyetemet választ a diák, vagy a szülő segít a diáknak, akkor megnézi azt, hogy egy olyan egyetemet válasszon, ahol az egyetemnek van múltja, jelene és biztos jövője. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mindezt elmondhatja, hiszen egy 250 éves múlttal rendelkező patinás intézmény. A jelene azt mondhatjuk, hogy a 21. század kihívásaira reagálni képes, meghatározó tudásközpont, nem csak az észak-magyarországi régióban, hanem egész Magyarország területén, és hát a jövő, ami elé nézünk, az egy páratlan fejlődést tesz lehetővé, hiszen új épületek épülnek majd, az jelenlegi épületeink energetikai felújításon esnek át, és teljes körű megújuláson egészség- és pórdiagnosztikai központot építünk, illetve a szőlészeti borászati kutatási területekhez, oktatási területekhez kapcsolódóan is megújul az egyetemnek a kutató központja az elkövetkezendő években, és még sorolhatnám tovább. De hát amiért érdemes még az egyetemet választani, az az, hogy itt számunkra a diák van a középpontban, számunkra a hallgató a legfontosabb, próbáljuk ezt az elvet közvetíteni, és azt, hogy ne csak a minőségi oktatást adjuk át a diákjainknak, hanem egy olyan értékrendet, amely a szeretet által vezérelt. A sikeres edukációs szereplés után a hallgatói önkormányzat szerette volna, hogy a leendő hallgatók megtapasztalhassák, milyen is eszterházis hallgatónak lenni. Az edukáció után már egy könnyebb dolgunk volt, hiszen azok a hallgató segítők vannak itt jelen a mai napon, akik a nagy részében ott is jelen voltak, így ők pontosan tudják, hogy mi az elképzelés a mai nappal kapcsolatban, hogyan kell tájékoztatni a hallgatókat. Ez volt az egyik olyan legfontosabb előkészület, amiben én segítkeztem Balázsnak és itt a csapatnak. Én azt gondolom, hogy teljes körülön felkészültek vagyunk, és biztosan mindenkinek fogunk tudni a tájékoztatást adni. Mint a hallgatói önkormányzat elnöke, mit tanácsolná azoknak a fiataloknak, akik gondolkodnak abban, hogy ide jöjjenek az Eszterházyra? Én azt gondolom, hogy ha már itt vannak a nyílt napon, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, megtették az első lépést. Ha a szakkal kapcsolatban nincs még elképzelésük, akkor én mindenképp javaslom a pályaorientációs tanácsadást, hiszen ott közelebb kerülhetnek ahhoz a szakhoz vagy területhez, ami hozzájuk közelebb áll, és mindenképp látogassanak minket, nézzék a közösségi oldalunkat, hiszen nagyon sok fontos információt osztunk meg, akár a szakokkal kapcsolatban, akár ilyen viccesebb tartalmakat, mint a TikTok oldalunkon, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég széles körű tájékoztatást kap, és nézzenek utána, nézzék meg a lehetőségeket, és ezeket ismerjék is fel, és válasszák a mi egyetemünket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem beiskolázásért felelős referense, Bíró Balázs ismertette egyetemünk széles hallgatói szolgáltatás palettáját. Megmondom, nagyon széles a lehetőség. Itt nyilván, amit elsőként kiemelnék, az a kollégium lehetőségek, hiszen nagyon sok kollégiummal várjuk az ide látogatókat, és nagyon jól felszerelt kollégiummal, szinte majdnem minden
jelentkezőnek felvételt tudunk biztosítani, aki kollégiumba jelentkezik, és ezen kívül azért nagyon széles a lehetőség, hiszen a sport területén is úgy gondolom, hogy nagyon jól felszerelt komplexumunk van, és itt is szinte minden díjmentesen vehetnek igénybe a hozzánk járó hallgatók. Itt akár gondolhatunk a kültéri kondiparkra, vagy a rekordtáv futópályára, vagy tornateremre. Ezeket mind-mind használhatják a szabadidejükbe, úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség. A nyílt napon bemutatkoztak egyetemünk hallgatói szervezetei is, többek között jelen voltak a szakkollégiumok és az egyes mentorprogramok képviselői, a hallgatói önkormányzat, az ECE Cheerleaders és a kollégiumi bizottság. Én azért tartom fontosnak, hogy a szervezeteket megismerjék a hallgatók, mivel ugye elsősorban tanulni jönnek, de viszont a szabadidejükben van lehetőség a szervezetekhez csatlakozni, ami egy jó lehetőség arra, hogy megismerjenek más hallgatókat, és ugye különböző szervezeteknek ugye változik, hogy ki mivel foglalkozik, de ugye például van a tehetségmentor program, ami alapvetően a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat támogatja, vagy akár a mi programunk is a mentorprogram, ami ugye az első éves hallgatókat támogatja. De például a szakkollégiumokba is tudnak csatlakozni, ami szerintem egy nagyon jó társaság, például a Kepesgyőrt szakkoli, úgyhogy tényleg az, hogy hozzájárul a hallgatói élethez, és ennek egy ilyen jó élmény lesz így későbbiekben. A hallgatói érdekképviselet mellett az intézmény további szervezetei is standot állítottak. A látogatók találkozhattak többek között a kutatási és fejlesztési központ képviselőivel, a Tittelpál és a Főegyházmegyei Könyvtárral, de egy új szervezet is képviseltette magát, az Idegennyelvi Képzésszolgáltató Központ. Az Idegennyelvi Képzésszolgáltató Központ a Nemzetközi Kapcsolatok Központjaként működött 2021. augusztusáig, és akkor ugye a fenntartóváltás kapcsán ugye új központunk jött létre. Ez tulajdonképpen az Idegennyelvi Kompetencia Iroda utódja, ahol ugye a fő profilaink közé a nyelvvizsgaszervezés, illetve a különböző nyelvtanfolyamok megtartása, illetve tulajdonképpen a nyelvek világának a népszerűsítése zajlik, de ezek mellett egyébként tartunk nyelvi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást is, úgy mint fordítás, lektorálás, különböző tolmácsolás, idegenvezetés, de a központunknak a fő célja az még mindig a nyelveknek a népszerűsítése. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az utóbbi években számos új képzést indított, melyek iránt a diákok nagy érdeklődést mutatnak. Azért jöttem el, mert Facebookon rátaláltam az egyetemükre. Én Budapesten élek, onnan jöttem föl, illetve az edzői képzés érdekel engem, annál is inkább a squash edzői képzés. Idén indul egy ilyen képzésük, ami iránt érdeklődni jöttem. Budapesten fallabdázom, és ezáltal szeretnék egyetem mellett tovább folytatni a tevékenységet, és ezért jöttem ide érdeklődni. A hallgatói segítők igyekeztek a legtöbbet kihozni a nyílt napból és segíteni leendő hallgatótársaikat. Loy, Tünde és Tíme mindketten a tervező grafika szak iránt érdeklődnek, de a képzési terület mellett lenyűgözte őket a Líceum impozáns épülete. Engem a tervező grafikai képzés érdekel, és többet szerettem volna megtudni róla, és én ezt az iskolát gondoltam úgy, hogy ő a megfelelő. Én is ugyanígy a tervező grafikára szeretnék jelentkezni, és nagyon tetszett, hogy mindenki olyan segítőkész, és sok mindent megtudtam már itt is, pedig még nem is most kezdődik majd a bemutatója, de már pár emberrel beszéltem, és tényleg nagyon megnyerő volt, amit mondtak róla, és szerintem ez lesz az én pályám, amit szeretnék majd. És átjött nektek az Eszterházi életérzés? Igen, nagyon, és tényleg remélem, hogy sikeres felvételim lesz itt. Én is ugyanígy már nekem először, ahogy megláttam a dísztermet, már annyira lélegzetel állító az egész berendezés, és a sok festmény, minden. Nekem nagyon tetszik, és tényleg van egy ilyen plusz érzése. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vezetősége reméli, hogy az edukációval és a nyílt nappal tudtak segíteni a döntés előtt álló fiataloknak. Az érdeklődők további információkért keressék az egyetem weboldalát, vagy a felvi.hu-t. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a CEDEF Hungária Kft., melynek értelmében új SAP Customizing kurzust indít egyetemünk gazdasági informatikus és programtervező informatikus alapszakok hallgatói számára. Újabb együttműködési megállapodást kötött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a CEDEF Hungária Kft.
Az egyetem és a cég együttműködése nem új keletű, de egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a térségnek a meghatározó tudásközpontja, és a stratégiájának részét képezi az, hogy a környező cégekkel, vállalkozással, a térség gazdasági szereplőivel egy szoros munkakapcsolat legyen, tudástranszfert valósítson meg oda és vissza, ami azt jelenti, hogy kiszolgálja az egyetem a képzései által a gazdasági szereplők kutatás, fejlesztési, innovációs és oktatási igényeit. Ennek jegyében történt ez a mai együttműködési aláírás. A CETEF Hungáriával már korábbi kapcsolatunk a duális képzés keretében zajlik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatorientált képzést adva a diákjainknak a gyakorlati képzése a CETEF Hungáriánál zajlik. Az együttműködés eredményeképp létrejövő új kurzus a programtervező informatikus és a gazdasági informatikus képzések tantervébe kerül be. A hallgatóknak ugye oktatásba lehetőségünk lesz felvenni a SAP Customizing, SAP alkalmazásfejlesztési kurzust, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők tantervi kereteken belül megismerkedhetnek a SAP alapjaival, alkalmazásfejlesztéssel, programozással, adatbázis kezeléssel, lekérdezési lehetőségekkel. Az oktatást egyébként első évben a CETEF Hungáriának a munkatársai fogják nyújtani a hallgatók részére, és ezt követően pedig az egyetemnek az oktatói kara fogja átvenni az oktatásokat. Illetve a hallgatóknak természetesen lehetősége van szakmai gyakorlatokon részt venni, illetve a gyakornoki programunkba bekapcsolódni. Az új képzést 2022. szeptemberétől már felvehetik az egyetem hallgatói. Jövőkereső duális felsőoktatási fórumot rendeztek az Agriatiszkben. A nyílt nap fő célja az volt, hogy megmutassák a középiskolásoknak, milyen lehetőségeik vannak a duális felsőoktatásban, illetve hogy milyen Heves-megyei partnerekkel tudnak együttműködni felsőoktatási képzésük során. Jövőkereső duális felsőoktatási fórumot rendeztek az Agriatiszkben. A fórum egy GINOP projekt keretein belül valósulhatott meg, az Eger és Vidékei Partestület, az Innovációs és Technológiai Központ és a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A program célja, hogy megmutassák a középiskolásoknak, milyen lehetőségeik vannak a duális felsőoktatásban, illetve hogy milyen Heves-megyei partnerekkel tudnak együttműködni, valamint letölteni a duális gyakorlatukat. Kitalálkozhatnak az egyetemekkel, egy kicsi képet kaphatnak róluk, hogyha nem mennek esetleg nyílt napra, hiszen sok helyen már most online volt a nyílt nap is, most mi szerettük volna ezt személyesen megszervezni. Továbbá egy benyomást kaphatnak a cégekről is, hogy hová szeretnének menni ugye gyakorlatra, egy mini interjút is készíthetnek, hiszen ide azok az emberek jöttek el jellemzően, akik magát az interjút is fogják csinálni később, így egy kis próbálhatják magukat egy mini interjú keretében akár. A programon résztvevő középiskolások többek között műszaki, ipari jellegű vállalattal találkozhattak, de jelen volt a Markot Ferenc Kórház és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem standja is. Úgy gondolom azért fontos, hogy ma itt vagyunk és itt lehetünk, mert itt egyszerre a partnereinkkel közösen tudjuk bemutatni azt, hogy miért jó a duális képzés, mi a duális képzésnek az előnyei, és hogy mégis hogy fognak kinézni ebben a képzési formában az órák és a maga a duális partnernél a munkavégzés. Lányi Martin friss diplomásként a CETEF Eger standjánál biztatta az érdeklődőket a duális képzésre, hiszen ő 3,5 évet töltött a vállalatnál, ahol rengeteg tapasztalatot szerzett. Ez alatt megismertem azokat a tendenciákat, amik jelenleg az IT-szektorban működnek, dolgozhattam alkalmazásfejlesztésben, illetve foglalkozhattam vállalati irányítási rendszerekkel, ezáltal már eleve be tudtam tájolni, hogy mi az, amivel a szakmán belül szeretnék foglalkozni. Emellett pedig el tudtam magam tartani, és rengeteg csodálatos emberrel ismerkedtem meg, mivel az Eszterházy egy nagy család, viszont a duális is kezem belül még egy kisebb családot alkotnak, akik mindig segítik egymást. A középiskolás látogatók között volt olyan is, aki korábban is részt vett már hasonló fórumon. Azért vettem el, mert ugye az iskolánk ezt a lehetőséget felajánlotta, és már voltam itt, ugye mikor ilyen 3 éve is voltunk itt, egy hasonló rendezvényen, és szerintem ez egy jó ötlet, ugye most tovább tanulás előtt, hogy megismerhessük ugye milyen lehetőségeink vannak, és igazából ezért. És a kiállító standok között van olyan, ami jobban érdekel téged? Hát ott még nem voltam, de ugye az Eszterházy, mert én ide is járok,
és az érdekel. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem duális képzéseit választó diákok február 15-éig jelentkezhetnek egyetemünkre a felvi.hu-n. Február 3-án Sarudon a Magyar Kajakkenu Szövetséggel, a Sarudon működő Kalandpark Kft-vel, a Magyar Evező Szövetséggel, a Magyar Röplabda Szövetséggel és a Kazincbarcikai Vegyész Röplabda Klubbal kötött együttműködési megállapodásokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az eredményes EGRI edzőképzésért. A sarudi Súlyom tájétterem adott helyszínt annak a rendhagyó sajtótájékoztatónak, melyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több együttműködési megállapodást is kötött annak érdekében, hogy minél innovatívabb és eredményesebb lehessen az EGRI edzőképzés. Dr. Váci Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes, az egyetemi Eszterházy Sportklub vezetője köszöntőjében kiemelte, a sporttudományi intézet képzései igen népszerűek, hiszen a hallgatók 9 sportágban is kipróbálhatják magukat és kamatoztathatják tehetségüket. Ezeket a képzéseket bővítik ki a most aláírt együttműködési megállapodások. Meghirdetésre került ez a 3 szakedző képzés, 3 sportágban, kajakkenuban, evezésben és röplabdában, mindenféle rangsor nélkül. Természetesen vannak sikeresebb sportágak, a nemzetközi palettán vannak egyelőre feltörekvőek, de a lényeg az, hogy szakedzőképzést indítunk, jelentkezési határidő február 15 és szeptemberbe kezdünk, ez az első dolog. A másik az, hogy vizes sportágak esetében már régóta ide járunk, hallgatóinkkal különféle programok vannak, itt szakmai táborok vannak, terepgyakorlatok vannak, szakmai gyakorlatok vannak, tehát ide szinte már hazajövünk. És az, hogy egy 2 ilyen sportág még erősítheti a szabadidő sportos hozzáállásunkat és tapasztalatainkat, az fantasztikus. Akár a hallgatók felé, akár egyetem dolgozói felé, akár, hogy elhangzott, a várossal kapcsolatban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Bízva abban, hogy egy olyan új útra térünk, ami mindenkinek megfelelő tapasztalatot ad, sikereket ad, és kölcsönösen előnyös. Az egyetem 3 oldalú megállapodást kötött a Magyar Kajakkenu Szövetséggel és a Sarudon működő Kalandpark Kft-vel, melynek célja a hazai kajakkenu sport szakmai színvonalának emelése, az utánpótlás nevelés elméleti és gyakorlati szakmai hátterének biztosítása, a közép- és felsőfokú edzőképzés, továbbképzés kialakítása, működtetése, valamint szakmai továbbképzések szervezése. Az elmúlt közel 8-10 évben nagyon-nagyon sok új klub alakult ebben a régióban is. Nagyon-nagyon sok új szakemberre van szükség a sportágban, hogy tudjuk a képzéseket biztosítani. Ezért nagyon örültünk annak, hogy itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is lesz szakedzői képzés. Ugye jövő tanévtől kezdődően, most február 15-ig lehet jelentkezni, ami azt jelenti, hogy ebben a régióban is egyre többen tudnak majd a legmagasabb edzői képzésítéssel rendelkezni, ezért az első megkeresésre mi egyértelműen igent mondtuk, és azt is megígértük az egyetemnek, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmailag is ott lesz a képzés mögött, ez azt jelenti, hogy biztosítjuk a szaktárgyi oktatókat, szövetségkapitányok, szakmai igazgató, főtitkár úr, én jó magam is egyébként, én is edzősködtem 10 évig, szakedzői végzettségem van, én is természetesen ott leszek az oktatók között, hogyha erre meghívást kapok, úgyhogy, és ezt örömmel fogom tenni. A másik pedig, amit mi fontosnak tartottunk, hogy kezdettől fogva meghatározunk egy gyakorlati helyszínt, ez pedig, ahol most is állunk, Sarud lesz, hiszen itt egy olyan együttműködésünk van a helyi vízisportklubbal, amely lehetőséget biztosít arra majd, hogy a hallgatók, akik az elméleti oktatást megkapják az egyetem padjaiban, és majd reményeim szerint egyszer-kétszer a Magyar Kajakkenu Szövetségben is, hiszen majd szeretnék egyszer-kétszer, csak hogy mindenki a feelinget átérezze a Kajakkenu Sport székházában is, fogadni majd a hallgatókat, de természetesen az nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen olyan gyakorlati képzés, ahol valós keretek között hajó lapátot fogva tudjuk átadni az ismereteket. Ugyancsak megállapodás született az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Magyar Evező Szövetség között. Pető Tibor a szövetség elnöke kiemelte, fontos a sportág és az eszközpark fejlődése, de a legfontosabb az edzői életpályamodell kidolgozása, hogy minél több jól képzett edző ismerje és oktassa ezt a sportágat. A Magyar Evező Szövetség középtávú stratégiájának egy nagyon fontos, sőt, a legfontosabb célkitűzése az, hogy vonzóvá tegyük az edzői pályát, és ennek egy nagyon fontos feltétele az is, hogy megteremtsük azokat a lehetőségeket, ahol modern, megfelelő szintű képzésben részesülhetnek azok a fiatalok, a sportágban kiöregedett fiatalok,
akik ezt a hivatást választják maguknak, ezért is nagyon fontosak ezek az együttműködések, amelyet ma az Eszterházi Egyetemmel kötöttünk meg. A sajtótájékoztatón elhangzott cél, hogy hidat képezzenek Eger és a Tiszató között, melynek egyik alapköve a most aláírt együttműködési megállapodás a Sarudon működő Kalandpark Kft.-vel, mely az új képzésekhez, edzésekhez, szakmai terepgyakorlatokhoz és táborokhoz, illetve továbbképzésekhez és oktatásnevelési gyakorlatokhoz biztosít gyakorlati helyszínt. Abban hiszünk, hogy az Egerben látogató turisták több időt tudnak Egerben tölteni, hogyha felfedezik a Tiszatóban rejlő csodát. És ahhoz, hogy ezt megmutassuk, az kellenek emberek, akik egyébként őket megtanítják ezekre a vízisportokra. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy minden szövetség azzal a problémával küzdik, hogy nincsenek szakemberei. A mai legfontosabb döntés és a legfontosabb szándék az, hogy ezeket a szakembereket az Egri Egyetemen képezzék, és aki az Egri Egyetemen az elméleti képzését elvégezte, akkor az lehetőleg a Tiszató partján sajátítsa majd el a szakmának a gyakorlati alapjait. Nekünk ez azért fontos, mert mi ebből a faluból egy sportfalut szeretnénk építeni. Tehát hiszünk abban, hogy Sarud az nem egy két évszakos strandfalu. Mi abban hiszünk, hogy ennek a falunak értékei vannak, története van, hagyományai vannak. Háromoldalú együttműködési megállapodást kötött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Röplabda Szövetség és a Vegyész Röplabda Klub Kazincz Barcika vezetése. A röplabda az egy érdekes sportág, ugye utoljára került be a TAO sportágak közé. Talán a TAO sportágak közül egy picikét nehezebb helyzetben van pont ezért, de nagyon lelkes csapat, nagyon jól gondolkoznak, nekem nagyon tetszik a problémamegoldásuk, előre tekintenek, és ezért örömmel nyújtottunk feléjük jobb kezet, hogy dolgozzunk együtt. Egyébként hasonló a dolog lényege, képzésről van szó, szabadidősporttól, sőt, egyetemen már röplabda szakosztályunk is van, sok helyünk nincsen igaz, tehát egy picit nehézkes a dolog, mi kajakkenuban és evezésben ez nem mondható el. Tehát azt gondolom, hogy a lehetőség a diáksport felé, a képzés magaszintű végzése felé, és a magyar sport segítésén az van egy óriási dolog, és bízva abban, hogy ugye egy 3 éves képzés után leülhetünk, és kezet foghatunk, kocinthatunk, hogy egy sikeres munka volt. Közös cél fejleszteni a sportágat, melynek legfontosabb alaptétele olyan edzők képzése, akik modern tudással jönnek ki az egyetemekről, hiszen ma Magyarországon közel 1000 edző dolgozik, de körülbelül csak 40 olyan, akinek felsőfokú végzettsége van. Hangzott el a sajtótájékoztatón. A röplabda sportágban az elmúlt sok évben abszolút hiányzott az, hogy magas szinten lehessen sportedzői, tehát röplabda edzői, szakedzői képesítést szerezni, illetve nem csak maga a képesítés, hanem a tudás, amit most majd az Eszterházi Egyetem is át tud adni a hallgatóknak. Sajnos ez a magyar sportnak egy nagyon jelentős hibája és elmaradása volt, és most lesz majd lehetőség ezt pótolni, és most már vidéken is, a testnevelési egyetem után Egerben is lehet röplabda szakmát tanulni azoknak, akik szeretnének edzőként elhelyezkedni. Nagyon kevés magyar röplabda szakedző van, és rengetegen játsszák ugye a sportágat, egyre évről évre növekszik a sportolói létszám. Ahhoz, hogy a sportolókból a végén egyrészt olyan akár amatőr sportolók legyenek, akik szeretik a játékot, tehát akikkel sikerül megszerettetni, akár olyan profi sportolók legyenek, akik nemzetközi szinten magas szintre el tudnak jutni, tehát akik ebből majd megélnek, és akár a magyar válogatottban is a legjobbjukat tudják nyújtani, ahhoz jó edzők kellenek, képzett edzők, és most már meg lesz a lehetősége a sportolással felhagyó játékosoknak arra, hogy ne csak autodidakta módon, hanem egyetemi körülmények között képezzék magukat. A most megkötött együttműködési megállapodások nyomán létrejött képzések 2022. szeptemberétől indulnak el az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, így már lehetőség van jelentkezni rájuk február 15-éig. Szent II. János pápa gondolataival nyitotta meg dr. Pajtokné dr. Tarion a rektor az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nyílt szenátusülését és oklevél átadó díszünnepségét. A keresztfél éves diplomaosztót február első hetében tartotta az egyetem végzős hallgatóinak. Az ünnepségen először a habilitációs díszoklevelek kerültek átadásra, majd a doktori díszoklevelekkel és eskütétellel folytatódott az ünnepélyes nap. Ne féljetek válaszolni hivatásotokra. Azzal, hogy a képzési kínálatunkból választottak és befejezték tanulmányaikat, megszerezték a diplomát,
már bizonyították, hogy megtalálták hivatásukat, egyúttal sokat tettek azért, hogy képesek legyenek művelni azt. Ha pedig szeretnének egyetemi keretek között továbbfejlődni, gazdagítani meglévő tudásukat, az Alma Mater mindig visszavárja önöket. Gondoljanak ránk, és jöjjenek vissza az egyetemünkre, hogy megismerhessenek újabb szakterületeket. Szent II. János Pál pápa gondolataival nyitotta meg dr. Pajtókné dr. Tarilona az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt szenátus ülését és oklevél átadó díszünnepségét. A kereszt fél éves diplomaosztót február első hetében tartotta az egyetem végzős hallgatóinak. Az ünnepségen először a habilitációs díszoklevelek kerültek átadásra, majd a doktori díszoklevelekkel és eskütétellel folytatták. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzős hallgatói talárban és magisztersapkában vették át a tanulmányaikat lezáró oklevelet egyetemünk rektorától és a kari dékánoktól. Lányi Martin végzős beszédében összefoglalta, hogy mit adott neki az intézmény. A beszédemben, amit egyébként egyértelmű Sütő Gergő inspirált, egyébként gyakorlatilag mindent összefoglaltam, egy családot adott nekem. Annyit kell tudni az én történetemről, hogy nagyon nehezen választottam egyetemet egyébként, és igazából ez volt az, ami megfogott benne. Nagyon-nagyon kiskorom óta szociális embernek tartom magam, és ez az aspektus ennek az egyetemnek volt a legvonzóbb számomra. Akár csak a nyílt lapokra gondolunk, vagy akár korábbi végzett hallgatónknak beszámolói alapján, én mindig úgy éreztem, hogy én ebben a nagy családba szeretnék tartozni, vagy legalább meg szeretném tapasztalni, hogy van-e ez a család, vagy csak beszélnek róla. Hát így 3,5 év után mondhatom, hogy igen, ez egy létező dolog, és az, amiről nagyon sok kis 12-es hall, az Eszterházy, az ország legnagyobb családja és az Eszterházy, és ez tényleg létezik. Tausz Anna az önállóságot, szakmai tapasztalatot, rengeteg élményt és barátot köszönhetett az egyetemnek. Rengeteg barátot és egy diplomát. Sok tapasztalattal gazdagodtam, úgy érzem, jobban el tudok már válni a családomtól. Ennyi. És mi a tervek ezek után? Hova szeretnél ezután menni? Ezek után dolgozni fogok, de tervezem, hogy mesterképzésre vagy alapképzésre fogok még járni. Azt nem tudom, hogy ide, de nem zárom ki. Jó volt itt. A díszünnepséget a hagyományok szerint a magisztersapkák feldobása zárta. Úgyhogy élvezzék ki ezt a pillanatot, őrizzék meg emlékezetükbe. És akkor háromra röpülhetnek a magisztersapkák. 1, 2, 3! Gratulálok mindenkinek! Az Egri Főegyházmegye iskola fenntartó szervezete, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság tanévenként két találkozót szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak. A mostani találkozónak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények vezetőinek szervezett értekezletet az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság február 9-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az eseményt az EKIF elnöke Lóci Tamás nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, fontos a hitbéli ismeretek rendszerezése, a saját magunk hitbéli képzése. Éppen ezért az értekezlet szervezésekor két irányvonalat jelöltek ki. Hát az előadások úgy lettek felépítve az igazgatók értekezletére, hogy valóban két témát érintünk a mai napon. Az egyik téma a hitünk alapvető ismereteiről árulkodik, ami tulajdonképpen egy folyamatos feladatunk, nyilván egyházi fenntartóként, de mégis úgy az elmúlt időszakban nem mindig került annyira előtérbe. Ez alatt azt értem, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy az intézmény vezetőink is kapjanak egy felfrissítést, egy összegzést a saját katolikus hitünknek a legfőbb igazságairól, hogy ezt nyilvánvalóan majd közvetíteni is tudják az intézmények felé, meg hát nem titkoltan ilyenkor ez egy kicsit felhívás keringőre, tehát arra, hogy helyi szinten is ilyenfajta hitismeretek bővítésével kapcsolatos programokat szervezzenek.
A másik témakör az pedig nem tőlünk származik, hanem a legfelsőbb körökből így mondhatnám nyugodtan, Ferenc pápa 2023 őszére egy püspöki szinódust hívott össze. Ez a szinódus, ami az egyháznak egy fontos ilyen tanácsadó szerve, az egyház jövőjéről szól, arról, hogy vajon hogyan tudjuk elérni a ma emberét, hogyan tudjuk visszahívni azokat, akik bármilyen oknál fogva eltávolodtak tőlünk, hogyan tudnánk a templomot, a vallást, a hitet egy kicsit közelebb hozni a ma emberéhez. És a Szent Atya úgy gondolja, hogy erre mindannyian ötleteljünk közösen, tehát tényleg az egyszerű hívő, sőt a nem templomba járó emberek is erre megszólítást kapnak, külön kérdőívek vannak nyilvános fórumon elhelyezve, ahol nem hívő, sőt nem vallásos embereknek is kérjük a segítségét, meglátását, ők hogyan látják az egyházat. Természetesen mi is átgondoljuk ezt belülről, és keressük azokat az új utakat, formákat, csatornákat, amelyekkel a ma emberéhez eredményesebben tudjuk eljuttatni az üzenetet. A találkozón többek közt olyan előadásokat hallhattak a résztvevők, mint a szinódusi folyamat teológiai háttere, vagy a hitünk alapjai a kinyilatkoztatás, melyet Fülecki István, az érseki papnevelő intézet prefektusa adott elő. Amikor a érsek úrral, illetve az egyházmegye vezetőségével beszéltünk arról, hogy mi legyen az előadásnak a témája, vagy a fő címe, akkor a hitünk alapjaiban hegyeztünk meg, hiszen a hitünknek vannak olyan alapigasságai, amelyek örök érvényűek, most már több mint 2000 évről beszélünk, szóval hát, hogyha az Ószövetségbe visszanyúlunk, akkor pedig sok ezer évről. A hitünknek az egyik alapja, vagy talán a legfőbb alapja az a kinyilatkoztatás, hogy valamikor, valahol a történelem folyamán Isten kinyilatkoztatta önmagát, kimondta önmagát szóban. Az Ószövetségben a prófétáknak, erről tartottam most egy bővebb előadást, és utána pedig átívelve az Ószövetségből az Új Szövetségben saját magát kimondta Jézus Krisztusban. János evangéliumának az úgynevezett prológusa nagyon fontos, amikor a megtestesült igéről beszél, és igazából Jézus Krisztus az a megtestesült ige, aki valóban testé lett, és amikor például a Szentírásból egyrészt kiragadunk, akkor Fülöp apostol megkérdezi Jézust, hogy hogyan láthatnánk mi az Atyát, mert szeretnénk látni. Minden emberben ott van az Isten látásának, megismerésének a vágya. Akkor Jézus azt válaszolta Fülöp apostolnak, hogy Fülöp, aki engem lát, az látja az Atyát. Vagyis amikor Jézust látjuk, amikor Jézus hallgatjuk, akkor valamiképpen az Atyát látjuk, az Atyát hallgatjuk. Benne mindent elmondott nekünk. A kinyilatkoztatásról próbáltam meg most egy előadást tartani, ami hitünknek az egyik alapja. Az előadások között a nap folyamán érseki szentmisére várták az egyetem kápolnájába az értekezleten résztvevő köznevelési és szakképző intézmények vezetőit. Kedves nézőink, Önök az Eszterházi Krónikát látták. Jövő héten már a másodéves televíziós műsorkészítő szakos hallgatók által készített híranyagokkal tér vissza a tavaszi fél évre Hírlánc című műsorunk. Tartsanak velünk akkor is! További szép napot kívánok, viszontlátásra!